ez mindig beagróz ez a támadás, amúgy, amikor valószínűleg, hogy üthetné, de még nem. Próbál azt, amikor azt adja be, akkor menj a lába közé. Akkor még az van, hogy amikor vége van a támadások, akkor lebasz ilyen izét, ilyen és ha kevés életed, akkor abba halsz bele. Mondjuk azt még lehet, hogy ki lehet védeni. A tűz, azt muszáj használni, bazd meg. És az a baj, hogy ebből a legkevesebb most baszk, mert csak egy. Az igen. Ilyeneket tanultok bioszba? Egyetlen egy ilyen szarunk van. Aztán lehet hazamegyünk megnézni, hogy van-e még. Hát, ezt most... Én most benyomom. Láttunk életet? Amúgy nem is tudom. Ne. Akkora egy szemét. Akkora egy szemét, fasz. Ezt nem tudom elmondani nektek. Nem normális, geci. Nem normális. Mit csinál a végén? Hát ez teljes mértékben be van zavarodva agyilag, bazd meg. Teljes mértékben. Köszi, szivar. Köszi. Haza kell mennem. Hát nem sok kellett volna.
Szerintem is. Na. Zolinak vannak ilyen tüzes bombái. Hú-hú-hú-hú! Tüzes bomba, oda nézzé, fiam! Muszáj. Minden, ami tűz. Minden, ami tűz, bassz meg. Szevasz, hol a lyukam? Ez a játék fenomenális, de most nem bírok megölni egy bosst. Éppen már másfél órája, úgyhogy semmi baj. Úgyhogy megnézem, hogy otthon tudok-e venni ezt a emberhívót. Biztos, hogy erre is van külön NPC, de biztos nem fogom megtalálni. Mindjárt behúgyozok, már nem bírom. Mockos, mockos! Hát itt nem tudunk venni ilyet. Ezzel csak beszélni lehet. Ezt lenne jó továbbfejleszteni, hogy még baszóbb legyen. Meg ezt nem tudjuk, mert nincs hozzá. Mi kell ehhez? Várjatok. High powered. Mi? Amplifier. Modifi. Nem ilyen légion kaliber kell nekünk. Úristen, tudunk ilyet venni? At the house of any. De miért nincs olyan? Jó, akkor nem. I know my way. Ennél nem lehet venni semmit. Oké. Welcome to. Ez nem az. Baszki. Ez a speciál fegyvert, gondolom ez a boss fegyverekre van a hold. Alma, az mi a tökömre jó? Itt se lehet venni olyan cuccot. Nem lehet venni sehol ilyen üzét. Ezt a segítséghívót. People have thanks for keep. Hmm. Jó, muszáj elmenni húgyózni, mert nem bírom. Mindjárt megyünk vissza. Egy pillanat és itt vagyok.
Na, itt vagyok. Na és az van most, hogy ezt innentől kezdve egyedül kell megoldanom. Szóval nincs segítség, nincsen másik izé, és több tüzem sincs. Ez a legnagyobb probléma, hogy nincsen több tüzem. Ha már lett volna, ha, ott a ha. Így van, én is pontosan ugyanezeket gondolom róla, Twitch. Kellően nehéz a játék. Picit lehet, hogy el van túlozva ez a boss. Egy picit. Egy picit odabasszós ez a boss. De mondom, ez annyira szerencsém múlik, mert mondom, akkor először bementem ehhez, majdnem legyőztem, ennyi hiányzott, hogy legyőzem a boss. És azóta már eltelt 2 óra, jó nem most, mert ha összevonjuk a mutkori streamet és a tegnapit, egyszerűen nem tudom, nem tudok odajutni. Nem tudom, mit kéne alkalmaznom, de egyszerűen nem tudom. Akinek tudsz venni itemeket? Esetleg lehet, hogy van olyan NPC, csak nem tudom, hogy hol. Már nem emlékszek rá. Az a legnagyobb problémsz. Problémsz, úgyhogy az a baj, hogy nem tudom, hogy hol van az. Az a baj, hogy a fegyveremmel se tudok csinálni semmit, hogy erősebb legyen. Azt mondja, hogy ez a fegyver most 189.95. Semmi olyat nem tudok csinálni vele, hogy erősebb fegyver legyen. Big Five. Szabi, M. Szabi, nagyon szépen köszönöm a követést, köszi. Mostantól kezdve ez magamra utalódok itt, srácok, nem tudok más csinálni. Úgyhogy most már nincsen segítség, ezt most magamnak kell megoldanom. És már így is elég sok idő, baszki, ma másfél órája itt szenvedek ez az emberre. Másfél órája, baszki. És most azon szenvedjek, hogy most mondjuk összeszedjünk egy levelt, hogy farmoljunk össze. Hát nem tudom, hogy ez mennyit segítene.
Eddig két órás a főnök? Örülök neki. És ugye már nem tudunk hívni senkit, mert már nincs ilyen szarunk materiálsz. Megnézzük, hogy ez mennyit dob rajta. Kíváncsi vagyok. Szíjjel, basz! Hogyan fogom én ezt megölni? Hogyan fogjuk ezt megölni, srácok? Hogy a faszomba? Hogy a tökönbe fogjuk ezt megölni, bazd meg? Ügyesen? Hát, biztos. Köszi, köszi No Honorka. A tipszeket, köszi. Lá-lá-lá-lá-lá! Elnézést. Vagy.
olyan jól ment, pedig már megint, és érted, és ő jön és azt mondja, hogy szopjál faszt. Köszönjük, ennyi volt. Kezd újra. Pedig kész akarva úgy csináltam, hogy meghagyom a tüzet a másik fészre. Egyáltalán nem használok tüzet első fészre, hogy meglegyen a második fészben minden. Ez a taktics most. Persze, hogyha így fog bekezdeni, az nem lesz nagyon nekem. Jaj! Válni nem engedsz, faszopó. Á, és az ide elmegy. Nem, akkor a főnök nem erősödik a fejlődés. Vagy megint egy HP-val megint szophatom. Vagy túlálva. Most tudjátok, mi jött meg? Hogy van annak animáció, hogyha kifogy az a kar. Érted? Ha kifogy a bal kezem, akkor ő ezt csinálja. Elkezdi nézegetni, hogy kifogy. És nem tudok mozogni közben. Hát gratulálok. Nem baj, mindenképpen ez lesz a taktics. Első körben meg kéne próbálni minél kevesebb életet használni. Abból a hülye ötből, ami van. És a második körre maradjon tűzünk.
Ja, hosszú. Mi a fasz? De ezek a, mik ezek a geci fasz támadások? De mi a faszom néz zavarodik meg ilyenkor? Megint meghalom, ezt nem hiszem el. Pedig olyan jó, az első fész olyan jól megy. Fél életecske. Azt a fél életecskét valahogy le kéne könyörögnünk onnan. Nem tudom azt megcsinálni, mint az első fészbe, hogy folyamatosan jól védekezzek és beadja a új izét, a elfekvését. Ez lennél problémz. Mert olyan támadásokat használ, amit első fészbe nem. Ezt ágyalul rajtam, bazd meg. Ó, te drága Clementina, bárcsak meg tudnálak most fektetni. Elkúrtam.
Persze, feladni, na? Nem, nem, nem. Hiába vagyunk így át a másik kétbe, egy HP-ot. Első fész az... az király. De kéne próbálni erőtetni ezt a oldalát a csávónak? Megnézni, hogy miket tud itt. Átfordítani a gecit. Csak akkor se forog át. Mocskos személy. Fél élet. Az a fél élet úgy el kéne tűnnie valahogy annak a fél életnek. Hát rég izzadtam ennyit boss fightnál, bazd meg. És semmelyik Souls játékban nem szoktam ennyit védekezni. Konkrétan arra koncentrálni, hogy jól védekezzek. Teljesen máshogy szoktam én játszani a Souls gémeket. Itt a folyamatos jó védekezés a koncentrálni kikészít. Szivar, kösz szépen, jó munkát neked! Miért nem működik így a második fész? Ennyi bassz meg. A második fész az egy mocsak.
Miért nem feküdt ki, bassz meg? Két óra, bazd meg! Két óra! Két óra volt ez a boss! Köszi mindenkinek a GG-t, ahogy Szivar elment, ahogy kiírta, hogy bazd meg, megyek el, szia, hello! Meghalt. És tényleg még egy fél, hát igen, akkor két és fél óra. Hú. Végre haladhatok tovább, végre! Fúj, de egy mocskos bosz volt ez, azt a rohadt életbe. Pont nem akart lemaradni róla, ahogy kimondta, hogy megy el, baszki, és megöltem, hát ezt nem hiszem el. Hú. Na jó, hazamegyünk, elköltsük a szójainkat. Na, most teljesen álljunk át arra, hogy most nagyon-nagyon új terület jön, és nagyon jó lesz ez most nekünk. Azt a rohadt élet. Hát ebben most megizzadtam rendesen. Jó, most meg kell hallgatnom a nyugtató zenét. Close your eyes. Close your eyes. Azt a rohadt baszki. Szerintem a pulzusom itt ott a végén már nem tudom mennyi lehetett. Kár, hogy nem kapcsoltam pulzusmérőt, faszom. Igen, megöltem ezt a gecit. Megöltem. Megültem. Tudjátok, mit fogunk csinálni? Staminát. A kurva stamina mindig hiányzik. Kemény a főnököm? Hát ebben a játékban nem. Ebben a játékban szerintem ez volt a legdurvább, de más játékban voltak nehéz bosszok, igen. Látom, hogy lehet tudunk egyet fejlődni. Öt ezerre. Megnézzük, milyen boss fegyver jár érte? Meg kell nézni amúgy. Nem tudom, hogy a Dark Souls 3-ba a első DLC legvégén meddig öltem a boss-t. De ott is ilyen 2-2 és fél óra lehetett. Nem tudom pontosan mennyi, meg kell nézni. Az is elég durva volt. De lehet, hogy csak én bénáskodtam el. Lehet, hogy simán meg lehetett volna ölni. Mert én elhasználtam az összes tüzes cuccomat, a segítségemet is, mert mindent elhasználtam, szóval én elbasztam elején. Úgyhogy aztán ugye magamra voltam utálva. Nincs meg a fejlődés még?
megvan. Oké. És még a bácsival kéne beszélgetni. És kaptunk egy Ergo Valle decoder, valami decodert. Hova az anyámba kell berakni? Meg kell nézni, hogy milyen boss fegyvert adna ez a cucc. Csak hol volt az a boss a bonfire, azt nem tudom. Valahol a kastély felé. Itt a Saint Cathedral valahol. Á, emótát azért nem. Oda néz, mutass, hogy ide vissza kéne menni a kutyához. Aha. Majd mindjárt visszamegyünk oda. Rendesen mutassa az meg a map, hogy vissza kéne menni ott beszélni a kutyás csávóval. Várj, nem a kutyás... Várjatok, nem a kutyás csávó volt a boss fight fegyveres? Most totál úgy emlékszem, hogy az volt. Ja, nem ez a boss fight run. De valahol itt kellett fölmenni az izére. De hol? Most meg nem mondom már nektek. Áll. Valahol itt volt egy emület. De hogy hol? Milyen furcsa, hogy kettő ütésbe belehal valaki, de esküszöm rendesen fura ennyi óra után, bazd meg. Ez ki a faszom? I wonder what your flesh tastes like. Okay. Valahol itt föl kellett menni a csávóhoz. Itt kellett fölmenni? Lehet amúgy. Várjátok, ezt most megjelöm. Most keresem a boss fight-os fegyvert csinálós készítős embert. De azt hiszem az a kutyás sáv volt. Hát, hogy ez most hol volt, én meg nem mondom. De mindjárt akkor megyünk arra, amerre mutassa a mapot. Ez van. Aztán mindjárt átlépünk a ötös fejezetbe. Hú! Na jó, lenyugszunk. Kibírtátok a boss fightot, srácok? Úristen, ott kit kilőtte, vagy nem lehet kijönni? Nem volt uncsi? Hogy két órán keresztül izé? Boss fightoltam? Szevasz Dominik, szia! Hát, Souls game-ek azok ilyenek. Workshop, lehet, hogy átköltözött ide a fiú? Vagy most lehet azért, mert van nálom boss Soul, azért mutassa, hogy oda mehetek hozzá? Lehet amúgy. Na, azt mondja, hogy itt kell lenni a kutyimutyinak, de hol? Most keressem meg, vagy mi a faszom? Ezt most nem mondják komolyan. He? Te vagy az? Hello? Aha, ez az-e. Jó napot kívánok. You. You. I didn't think we'd ever meet. This place is honor and I'll never forget. See? I'll take another. But beware. You tricked me. But remember, you tricked me with your lie.
You disappoint. Remember. Fasza, hazudtunk neki, és most az anyám. Remember. Mindjárt levágom. Mindjárt levágom ezt a dögöt. Tudjátok mit? Elküldtem a gecibe a bosszolt, és basszák meg. Az lesz. Várjál, ja, hogy átment a hotel kartba. Átment a hotelba a kutyafejű. Hazament úgymond, otthon lesz NPC. Az amúgy sokkal jobb, hogy mindenki, hogy otthon vannak. Mint hogy össze-vissza keresgéljél. Csak hol van a helye? Helye. Hol vagy, kutyás bácsi? Itt van-e? Jó napot kívánok! Oh, it's you! I am the hound. Anyone with a word. However, you must prove it's up to you if you want. Na. Mit tudnék megvás? Ezt. Ez a boss fegyver. Vagy ezt. Ez egy amulett. Meg olyan jó lenne, hogy érteném pontosan, hogy mit ír, de nem baj. Ez hány kiló ez a szar? 16 kiló ez a fegyver. A mostani fegyverünk az mennyi? Nézzük majd. Ez is 16 kiló. Várjál, 189 plusz 99. Szia hajnali kettő, hello. 189 plusz 99. A great weapon. Ez mit ad ez a fegyver? Ez 115 plusz 100. Hát sokkal szarabb. Legalábbis így nincs, mert ez nincs fölfejleszve, ugye? Maradunk ennél a fegyverni. Amondó vagyok. Vagy ezt a izét vegyem meg, a medaliont? Vagy a amulettot? Próbázzuk meg. Hát most 5000 szó. Ez nem olyan sok. 10 kiló ez az amulett, passz meg. Meg fog halni alatta. Ezek csak egy kilók. Hűha. 10 kilós amulett. Jó, ezek akkor nem veszem meg. Hát az nagyon nehéz lenne nekünk. Ja, 2 órát. 2 órát akar a testvérsz. De megvan. Megvan, megszületett. Megszületett a helyzet. Ha most benyomom 5000-es, bazdmeg, és pont nincs meg, hát ilyen van. Hát le kell vágnunk valakit. Egy darab embert le kell vágnunk. Tudjak egyet szintet fejlődni. Majd visszanézed, akár a testvérsz, visszanézed. És erre nem tudok kimenni, azt meg. Vagy igen? Jó. De amúgy nem kellett hozzá semmi, az a... Meg kellett tanulni, hogy mit csinál. És védekezni, és jókor ütni, és lebaszni, és minden. És így beleizzadtunk. Jó, gyorsan egy szólt kérek. Szivar? Miért? Mit csinál Szivar? Szivar beírta, hogy jó, akkor most már mennem kell, mert minden sziasztok. Ahogy ezt leírta, megöltem a boszt. Jó, ennyi pont elég.
Ja, igen. Hát persze, hát ez van, az szokás. Szokás, érted? Jó, gyorsan hazamegyünk, elosztjuk a szólt, és mehetünk a ötös aktba. Hát baszki, most kezdtem a streamet, és már mindjárt 6 óra. És még csak egy boss töltem meg, hát beszarok. Jó napot kívánok! Igen, szeretném használni az erődet. Hogy szíjjam ki a... Legyen stamina. Nagyon szép. Jó, mehetünk. Na most már tényleg úgy neki a következő fejezetnek. Fú, remélem itt még nehezebb boss lesz. Aki fél fogja kúrni, anyám. És te hol jártál, akár a testvér? Ebben a két órában itt hagytál. Jó napot, fiúk, jó napot! Na, kik az új enemik? Nézzük meg. Egy lift. Abban a pillanatban egy lift van. Két az elő. Tényleg idáig öltöd? Jaj, a végig aludtál! Elnézést kívánok, tényleg. Ja, most már látom. Az igen. Akkor kialudtad magad a este Age of Empires-re? Vivid Ergo. Ergo, Chibirip. De most már szeretnék valami nagyon szexuális környezetet. Hogy be kell kapcsolni itt a lámpát, már nagyon sötét van. Szöcskét. Na sziasztok, szia! Aha! Hú, bazdmeg, milyen kutyák jönnek. Kutyák jönnek, a csapda. Az nagyon fontos, hogy legyen csapda. Köszönjük, speciál. Speciálba csapda. Tika meg van zavarodva. Csak az Age of, így van. Lolozó, úristen. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation came from nothing but dangerous alleys and desperate slums. Kinti budi. És tényleg kinti budi. Nyitott, úgyhogy nagyon jól el benne kapcsizni. Most megnézzük, hogy várjátok, leülünk a bonfire-höz. Legyen egy refresh. Refresh. És ugye itt a akt 5, nagyon szépen 5-ös aktus. Hát aki eljutott a negyedik aktig, az nagyon sok tüzes cuccot hagyjon meg magának. Jó, ezt mi mindig nem tudjuk használni, szóval akkor ezzel most nem foglalkozunk. Na gyerünk! Az erdős rész és sötét van. Hello! Amúgy ez a rész is picit Bloodburn-es nekem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, volt a Bloodburn-ben is ugyanilyen rész, hogy amúgy volt ott egy sorkát ugyanígy, hogy ki lehetett nyitni, és akkor le kellett menni erdőbe. Tiszta ugyanolyan.
Jó napsot. Na mostantól, hogy most a játék megtanított engem védekezni, úgyhogy most mindig csak védekezni fog ez a boss véget, amúgy. Persze, fiam. És az a jó, hogyha rosszul védekezel, és leviszi életedet, de hogyha rögtön megütöd, akkor visszatöltődik a élet. Úristen, Kristályz! Milyen fegyver ez? Acidatak. Aha, hogy ennek van ilyen acidatakja. Ez nem nekünk való fegyver. Gyorsnak kurva gyors, és ez nagyon jó, hogy gyors. Csak ez nem nekünk való. Close my eyes. Da-na-na. Da-na-na. Na-n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 a. Jézusom, kutyus! Kutyi-mütyi? Meg fogunk halni nél... Mondom én. Mondom én! Istenem, de hülye vagy, Zoli. Életedet már nem tőtted vissza. Nem baj. Nem voltunk messze, ne aggódjatok. No, akció. Tűrűrűrűrű. Olyan rég láttam ezt a kiírást. Meg vagy halva. Hogyha már muszáj volt, érted? Már annyira hiányzott. Mit ététuldik? Van a szólom. Szóló! Nagyon jó. Olyan cuccokat kéne találni, amivel lehetne idézni. Az nagyon jó lenne. Mi a faszom? A hülye csapda. Semmi baj. Itt volt a láda. És újra kinyitódott, meg vagyok halva én is. Most kárt én fő is haldok, úsz fő mindig. Igyál egy kávét, valamit. Jó, de fölfelé nem lehet menni. Dick, fejezd be! Hopp, na ez kell nekünk, ez a Star Fragment. Úristen, az mi a faszom? Az valami big medve. Jézusom. Aha, ez gyönyörű. Fogalmam sincs, mikor támad ez a baj. Életünk nem sok maradt, de ez kurva erős volt. Giroblade, tengermély, szia, hello, szia. Szia, Giro. Giro, 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 Giro. Meghalt a medve. És mindjárt életünk is újra töltődik. Hát remélem ez egy olyan enemy volt, ami nem akar nagyon újra élni, hogyha én meghalok. Itt vannak lenn nagy gabonák és nagy enemik. Ez világít ez a kurva? Yes. Most szépen okosan kéne ezt művelni, hogy nehogy meghalljunk. Együttés és kapunk vissza egy életet. És van. De
kaphatnánk már egy ilyen gyémántot, hogy tudjam befejleszteni a plusz életet, mert ez így nagyon kaka. Nagyon kaka, hogy ennyi kis életünk van csak. Csapd ezt. De mondom, csapd ezt! És belemegy. Oké, okay, csak akkurátusan, lassan, szépen. Most visszajöttem ugyanoda, ahol voltam, igen, visszajöttem ugyanoda. Oké. Okay. Jó volt ez. Valaki döbött. Döbött dobott. Bibidá, bidá, bárá. Semmi baj, csak csapda. Jó, hol volt itt a út irány? Mert erre? Aha. Hello darkness, my old friend. Na most kéne nekünk nagyon bom... Hello! Ez pinnangó lesz. Pinnangó. Nagyon bepirosodott itt a lámpa ez. Hogyha valahol itt pillangó van, csak ne gyerek meg közbe. Na merre? Tudtam. Ne, hát meg a kurva fát. Olyan jó lett. Hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy még ezt is elbaszom. Pusztuljatok. Jó, egy pillangóm az rip. Most rip. Jó van akkor. Ezt majd ki kell bonfire-ölnöm. Még egyszer. Na lehet kapunk pont fegyverfejlesztést, ami nagyon kell nekünk. Úgyhogy ezt ne felejtsünk el ide visszajönni a lepkéért. Kell egy bonfire, mert nincs életünk, nincsen élet. Fölülhettek a zombik a faluba. Na gyere. Gyere fiam. Okosan, mert nincs élet, bazd meg. Nagyon óvatosan kell ezt most csinálni. Hello. Kell egy pár ütés ahhoz, hogy itten az fog dobni mi. Oké. Az a baj, egyszer ledob minket és meg is haltunk, úgyhogy ez marha jó lesz. És érzem, hogy ez be fog következni. Menj erre! Úristen! Hülye vagy! Ha? Ja, hogy ennek egy... Ne! Annyira szúztam, baszik nagyon! Pont visszatöltődött a életem. Keci. Ezt a ajtót fog kellene kinyitni, valószínűleg ide fog visszavezetni a shortcutunk. De remélem a medve már nem lesz itt. Semmi baj, ezzel nincsen probléma, hogy ezt a ránt meg egyszer meg kell csinálni. Mert majd megöltünk mindenkit, úgyhogy, és meg a pillanatot is fel tudom venni most. Medve itt lesz? Jó, eddig faca. Hogy a picsában lenne itt a medve? Hogy a picsában ne venne észre? Te belemész a csaptába, fiú? Haha! Köszönjük! Eddig nagyon szexi.
Very sexy. Hát ezek ilyen izét adnak ki magukból, ilyen taknyot, vagy tudja a faszom. A kis szamárfülem tiszta taknyos. Na, itt a pindangó. Most ezt le kéne csapni, oké? Okay? Oké, köszönjük. Hopp, ott a hold, ott a hold, csak pont a boss fegyverhez adott holda. Ami nekünk nem kell. Perfect. Pöri. Jó, pillanatot megöltük. A szójainkat kéne nagyon visszaszereznünk most, abban a hirtelen pillanatban. Jó napot kívánok, ott fiatal ember ott fönt a tetőt. Kérem szépen, ne dobjon most meg le engemet. Uha. Jó, itt a szólom. Megpróbálunk nagyon gyorsan ölni most. Már nagyon sok itt a... Itt a falus, érted? Pütyültek egyet is összes. Na! Nyugodjál meg, hülye. Nyomorék! Ez teljesen meg van zavarodva. Hát miért ütsz mellé, amikor... Na mindegy. Mindegy, meghalt. Amúgy igen, nekem is eszembe jutott a Rezi 4 amúgy. És főleg ezekkel, de mikkel totál olyan. De Bloodburn is eszembe jutott, meg a Rezi 4 is most hirtelen lesz. Eddig nagyon fasza. Mufasa. Jó, gabonákat nem hagyjuk ott, mert nagyon szexuális dolgok lehetnek a belőlük, úgyhogy ezeket nem hagyjuk itt. Mondom én. Wanted. Tanis, szevasz testvérsz. Szia, hello. Hello. Itt is egy kis gabona. Még jobb oldal, nem ott néz a kinti budit? Úristen, teli van kaksízva. Húj. Fújsz. Hát a egész negyedik aktig, aktbeli lévő bosszig szerintem kurva jól ment a játék. Ott picit megakadtam, és két és fél órát elbasztam azzal, hogy ott öldögétem a boss, de amúgy kurva jól megy szerintem, és nagyon jó játék. Imádom. Imádom, úgyhogy nagyon jó. Jó, itt majd mindjárt lemegyünk. Itt fönt összeszedtünk mindent, szóval ott a létre, ott lehet lemenni, hogyha leestünk volna. Jó, a híd létre, és aztán jön az a rész. Oké, akkor még itt a lenti részt megnézzük. Mi a fasz? Jézus Úristen! Hello! Erre nem számítottad. Na mi baj? Szia! Fasz a kis izé, mob amúgy. Visz is erős. Micsoda? Micsoda, mi volt ez a rábaszás? Ja, két és fél óráig. Most két órát, és még előző streamben fél órát. Bazd meg, majdnem meghalt az... Istenem, pedig minden el volt tervezve.
Hát ez óriásit rám baszott. Ezt nem hiszem el. Faszom. Ajaj. Mindjárt jön a medve, papa. Baszd meg a hülye csapdád. Lehet azt kéne... Engedjé? Lehet azt kéne csinálni, hogy gyorsan megkeresni a shortcutot. De az a baj, hogy ott van most az én szólom. Szóló! Meg ezt a marit! Eddig jó. Te halljál meg! Köszi! Te is halljál meg! Mondom, halljál meg! Nagyon szép. Jó, eddig fasza. Nem kéne ezeket még egyszer megölnöm, csak most védtem a szójaimat, hogy ezek most hirtelen rám támadnak, és nagyon megkúrnak. És ugye onnan fog előjönni ez a vadheregombóc, és pont ott vannak a szójaim, és ez baj. Miért csacsi fejed? Mármint a karakter velem, mert az egy skin. Amúgy. Skines, skin. Amúgy simán. Simán így néz ki. Simán így néz ki ez a fiú. De ez kurva jól néz ki ez a csacsi fej, nekem nagyon tetszik. Csacsi macsi. Csajnak nézted? Komolyan? Ja, hát elég érdekes, igen. Pont beszéltük, hogy elmenni egy Hogwarts Legacy-ba. Karakternek simán. Jó, valahogy a shortcutot meg kéne nyitnünk nagyon. Ha lemegyek a szójaimért, az a köcsög meg fog támadni. Ugye ott megnyit egy utat, és el lehet menni arra is. Vártak, megpróbálom felvenni. Most tudja, hogy megtámad. Nem? Jó, ma mindjárt visszajövünk, megöljük ezt a Jánost. De jó lenne előtte kinyitni ez az? Nem, egy is másik fel, hát beszarok. Ha beszarsz, ez egy lift, mi a tök? Nézzük meg, hol vezet, remélem ez a sor. És hogyha megvan, bonfire, fejlődés, és visszajövünk, és mindenkit megölünk. Vagy először megölök, nem tudom. Lehet, hogy először megölöm. Vagy négy legyen, addig újra senki. Ez az. Ott is van. Shortcut megnyitva. Shorty Kati megnyitva. Oké. Ezzel nagyon jól most itt most segítettünk a testünknek. Visszamegyünk. Megöljük azt a Jánost. Elég sok élete van, és elég keményen tud támadni ez a kis fiúka. Várj, itt nem lehet másfelé menni, ugye csak erre. Oké. Csak kíváncsi vagyok, honnan tudunk ide bemenni. Föntről. Aha, jó, oda be kell esni. Jó, akkor azt mindjárt megoldjuk. Oda be kell esni szexibe. Titkos. Jó napszót. Ez milyen jól jött volna a boss fight alatt?
Ez a cucc. Basszam ki a gyomrát. Itt ennyi van. Ennyi. Jó van akkor. Mit? Találja meg, hogyan kell kinyitni valamit. De mit? Na nézzük meg ezt a fiú, te. Na gyere. Jézus úristen, hát hülye vagy. Fejezz befelé, légy szíves. Ezek nem jók, ezek a támadások. De mi a fasz? És meg ugyanazt csinálja, bazdmeg, hát ez egy fasz. Segítség! Szemét. Úristen, kaptunk valami kulcsot? Megérte. És azon gondolkodom, vagy abban a másfél óraban mennyi ripet kaptál még? Sokat? Sok. Jó, találtuk egy kulcsot valamihez. A kulcsok azok mindig nagyon szexi dolgok, mert valami nagyon szexit nyitnak ki. Nagyon durva támadás volt ez a folyamatos ultizgatás. Nem kéne meghalni, amúgy 7000 szólunk van. Mit szóltak ti ehhez? Amúgy lehet, hogy erre kéne tovább haladni. Mert ott fönn már nem tudunk sokat.